Szóval, valamit meg kell beszélnünk. Úgy döntöttem, hogy Trovo-ról Twitch-re visszamegyek streamelni. Ez már nem újdonság, csináltam erről a bejelentő videót, ott megtaláljátok az i betűnél, viszont a Twitch-nek van egy eléggé nagy problémája, amiről Magyarországon nem nagyon beszélnek, és én ezt most szeretném nektek elmondani. Azzal szerintem nem mondok olyat senkinek, hogy a Twitch az egy streamekre fókuszáló platform. Tehát nem találtak ott se videókat, se ilyen TikTok-szerű formátumú shorts videókat. A Twitch-en csak streamek vannak. Ezáltal ugye egy streamet a sokkal nehezebb megtalálni, mivel a Twitch-en nincsen úgymond felfedezhetőség, discoverability, tehát nagyon nehéz megtalálni a te streamedet, hogyha neked alig van néződ, most kezdted, akkor az esélyeid, hát az körülbelül a békának a sejhaja alatt van. Vegyük most példának akármelyik streamet, akár külföldön, vagy akár itthon Magyarországon. Egyetlen olyan streamerről nem tudok, aki csak és kizárólag a streamelésből élne. Ez azért van, mert a Twitch-en egyszerűen a streamelés nemes egyszerűséggel nem elég. Tehát Twitch-en a növekedésnek a kulcsa az az, hogy bármelyik másik platformon, tényleg TikTok, YouTube, vagy akár még Instagram, mert Twitch-en a növekedésnek az a célja, hogy ne Twitch-en teljesítsél nagyon jól, hanem más platformokon, tehát például TikTokon, YouTube-on, vagy akár még Instagramon is, és onnan a te nézőidet azt hozd át Twitch-re, akik téged élőben is néznek. Ez gyakorlatilag Twitch-en a sikerkulcsa. Nagyon sokáig beleestem én is abba a hibába, hogy csak és kizárólag a streamelésre fókuszáltam, hogy minél többet streameljek, minél jobban. Ez tartott nekem kb. 2-3 hónapig, amíg elindítottam a gaming csatornámat és elkezdtem gaming tartalmakat gyártani ismételten. Mivel heti rendszerességgel töltöttem fel a videókat, ezért az ottani nézőim szépen átjöttek Trovo-ra, és így lettem egyre nagyobb bot. De hogyha én ezt az időt, amit én mondjuk videószerkesztéssel vagy videókészítéssel töltöttem, én ezt a streamelésbe tettem volna bele, hogy minél többet streameljek, akkor valószínűleg nem lett volna semmi. És ez nyilván azért van, mert ezek a streaming platformok egyszerűen nem felfedezhetőek, és hogy a te streamelsz, az nem elég. Ugyanakkor rengeteg streamernél látom azt, hogy nulla nézőjük van, és ez nem feltétlenül azért van, mert maga a streamer csinál valamit rosszul, hanem inkább azért, mert nem csinál elég tartalmat másik platformokon, és inkább csak a streameléssel foglalkozik. És tudom, nem mindenki akar ezzel vérkomolyan foglalkozni, van, aki csak ki akarja próbálni, de ha te ezt komolyan szeretnéd venni, akkor tudd, hogy a streamelés és nem lesz elég. Tartalmat kell gyártani YouTube-ra, vagy TikTokra, vagy akár még YouTube Shorts, amit még mostanában nagyon tudok javasolni. Az én Shorts csatornám is egyébként most, hogy elkezdtem ismételten rendszeresen feltölteni, ott van a link az i betűnél, eléggé jól beindult, úgyhogy a YouTube Shorts-ot is tudom nektek ajánlani. És a videókat nagyon jól egybe lehet fűzni a streameléssel, tehát hogyha te streamelsz, akkor a streamerben születnek szép pillanatok, amiből te mondjuk tudsz szerkeszteni egy YouTube videót, vagy TikTok videókat, amiből te persze tudod promózni a Twitch csatornádat, vagy Trovo, vagy bármilyen másik platform. Meg alapvetően mostanában olyan tartalmakat csinálni, amiknek csak a játék a fókusza, az egy nagy hiba szerintem. Mert önmagában az, hogy te játékokkal játszol, bárki bármit mond, az én véleményem szerint, az nem tartalom. Mert egy streamben vagy videóban a tartalom az soha nem a játék, hanem te magad, aki ezt a streamet vagy videót készíti, aki szerepel benne, akinek a humora vagy akár a személyisége feldobja az egészet, amiatt lesz egy tartalom jó és nem a játék miatt. Persze vannak olyan ritka esetek, hogy valaki annyira professzionálisan játszik, nagyon komoly e-sportoló, nagyon komoly szinten, hogy őt bizony, bármilyen személyisége is van, nézik bizony a játék tudása miatt csak. Ilyen is van. És olyan streamet én még nagyon 5 percnél tovább nem néztem, hogy valakinek csak a játék tudása a lényeg, viszont olyan streameken, ahol magának a streamernek a személyiségét egyszerűen imádom, eltöltöttem már több száz órát. Soha nem készítettem még ilyen jellegű videót, szerintem ez eléggé eltért a tőlem megszokottól, de remélem, hogy ha te szeretnél elkezdeni streamelni, vagy már streamelsz, és szeretnél ebből egy megérhetést csinálni, akkor ez remélem, hogy segített. Ha így volt, akkor mindenképpen nyomj a videóra egy lájkot, iratkozz fel. Valamint, mint mondtam, visszatértem Twitch-re, Trovo-ról a streameres terén, a linkem ott lesz a leírásban, követést megköszönöm, és hát találkozunk akkor majd egy streamben. Sziasztok!